egy hívás futott be a segélyhívó központba egy fiatal férfitól, Louis Dane-től, aki mindössze 18 éves volt akkor. Segítséget kért, mégpedig a rendőröket. A diszpécser kérdésére, hogy mi történt, elmondta, hogy az interneten ismerkedett meg a barátjával. Találkoztak, de összevesztek, és a vita odáig fajult, hogy az akkor 14 éves fiú, Breck, elhunyt. Ha még nem tetted volna, kérlek iratkozz fel a csatornára, ezzel is támogatva munkánkat. Véleményed az esettel kapcsolatban a szokásos módon, komment formájában oszthatod meg velem és a többi nézővel. A most következő események Angliában történtek, Catherine városában. Breck, Barry Bednar és Lauren Lefevre első közös gyermeke volt. A pár Coloradóban ismerkedett meg, és szerelem volt első látásra. Később összekötötték életüket, és Catherine városába költöztek, ahol sok évig boldogan éltek együtt hárman. Breck egyenesen imádta a szüleit, rengeteg időt töltött velük, mikor is nagyon sokat játszottak. Ahogy pedig az elkerülhetetlen, a kisfiú lassan felcseperedett, és újabb jövevények érkeztek a családba. Lauren hármasikreknek adott életet, így egy szempillantás alatt igencsak kibővült a kis család. Minden csodálatosan alakult, de sajnos időközben a házaspár közötti kapcsolatban megromlott valami, míg végül amellett döntöttek, hogy külön folytatják az életüket. De ettől függetlenül a férfi továbbra is igyekezett betölteni az apa szerepet. Breck egy igazán szeretnivaló gyermek volt, és amellett, hogy kedves, segítőkész, szorgalmas, az iskolában is jól teljesítő fiú volt, nem csak a családja, de osztálytársai is szerették. Nagy érdeklődést mutatott a vallás és a hadsereg iránt is. Gyakran járt például templomba, de valami kezdett megváltozni. A tökéletes fiú személyiségében aggasztó változásokat észlelt az édesanyja Lauren, nem sokkal azután, hogy Breck betöltötte a 14. életévét. Az addig igen társaságkedvelő, szüleivel és testvéreivel is sokat játszó fiú egyre inkább elkezdett bezárkózni a szobájába, és órákon át játszani számítógépes játékokon. Ez még persze nem egetrengető egy kamasz viselkedésében, de emellé társult az is, hogy hangulatingadozásai voltak, egyre ingerlékenyebb lett és engedetlenebb. Ráadásul elkezdte elveszteni az érdeklődését olyan dolgok iránt, amelyekre korábban igenis nagy hangsúlyt fektetett, mint például a hadsereg és a templomba járás. Lauren mindenféleképpen meg akarta fejteni, hogy mi történik, mi az, ami ezeket a hirtelen, negatív változásokat okozza. Itt egyes források említették, hogy ezek mind lehetnek a gyermekkorban jelentkező depresszió tünetei is, de én távol maradnék attól, hogy ezt így kijelentsem, hiszen a szakemberek számára sem mindig könnyű feladat megítélni egy-egy konkrét esetet, és pláne nem lehet ilyeneket kijelenteni pusztán felületes leírások alapján. De egy biztos. Lauren érzékelte, hogy valami nem stimmel a fiával kapcsolatban. Breck online játékokkal játszott és gyakran beszélgetett is a virtuális barátaival. Lauren ismerte is nagyjából azt a szűk baráti kört, amiben a fia is tartozott. Még nem egy nap egy Louis nevű fiúról kezdett mesélni fia. Őt nem tudta hová tenni. Breck viszont egyre többet beszélt róla, és az anyjának volt egy furcsa érzése ezzel a fiúval kapcsolatban. Nem tudta megmondani mi, de úgy érezte, hogy valami nem kerek. Azzal párhuzamosan, hogy Breck leginkább már csak erről a Louisról beszélt, egyre visszahúzódóbb is lett, ezért Lauren megtiltotta fiának, hogy beszéljen vele. Persze a tiltás mit sem ért. Lauren attól tartott, hogy nem is csak egy játékostárs, és nem is egy fiatal van a gép másik oldalán, hanem egy ragadozó, aki magát játékosnak kiadva igyekszik leendő célpontjait becserkészni. Ezért értesítette a rendőrséget. Sok minden nem történt, mondjuk bármiféle bizonyíték hiányában túl sok mindent nem is lehetett volna tenni, de azért mondjuk utána nézni, utána lehetett volna. Egyébként Lauren tévedett, legalábbis abban, hogy egy idősebb férfi akarja behálózni fiát, magát fiatal gamernek kiadva. Louis valóban Louis volt, és tényleg csak épp, hogy 18 éves, de abban, hogy ez a barátság végzetes lesz, az anya nem tévedett. 2014. február 16-a volt az a végzetes nap, amikor Breck találkozott legújabb, s egyben legközelebbi barátjával, Louisval. Korábban soha nem találkoztak, pusztán az interneten tartották a kapcsolatot. Breck épp az apjánál volt, és közölte vele, hogy egy barátjánál fogja tölteni az éjszakát. Ennek az apa még örült is, hisz végre fia él egy kis szociális életet. Nem is sejtette, hogy ez fogja jelenteni élete eddigi legnagyobb tragédiáját. Breck taxiba szállt, és közel 50 kilométert utazott. Barry, az apa, másnap várta, hogy fia visszatérjen, de nem így történt.
Hívta, de nem érte el, küldött SMS-t is, de nem kapott választ. Ezután felhívta volt feleségét, Laurent, hogy elmondja, közös fiúk nem nála töltötte az éjszakát, de reggel nem ment haza, és el sem éri azóta. Érkezésük sem volt, hogy kitalálják, mi legyen a következő lépés, mert Breck többi online gamer barátja nyugtalanító üzeneteket kapott, amelyekben képek voltak egy véres, élettelen testről. Breckről. A segélyhívó központba ez időtájt futott be a szörnyű hívás, amiben Louis részletezte, hogy mi történt. Elmondása szerint, aminek a kivonatát már a Cold Openben is hallhattátok, találkozott Breckkel, az online barátjával, ami tragédiába fulladt. Állítólag összevesztek, Breck felkapott egy tapétavágót és rátámadt vele. Majd előadta, hogy védekezni kényszerült, így végül önvédelemből elvette tőle a tapétavágó kést és használta is. A hívás során igen részletesen mondta el, hol és milyen mértékben okozott sérülést a fiúnak, de én ezt több okból kifolyólag sem ismétlem meg. A hívás során Louis többször figyelmeztette a diszpécsert, hogy ne szakítsa félbe, amikor az kérdéseket akart feltenni neki, illetve nem egyszer rákérdezett, hogy rögzítette a vonal, amin beszélnek. Mire a rendőrség kiérkezett a helyszínre, Louis már le is tusolt. A helyszín sajnálatos módon igazolta, hogy a hívó nem hazudott. Breck valóban élettelenül feküdt a padlón. De mindössze ennyi felelt meg a valóságnak abból, amit a 18 éves fiú elmondott a telefonban. Semmiféle küzdelem, dulakodás nyomai nem látszottak, mint ahogyan annak sem, hogy Breck kezdeményezte volna a támadást. Breck lábai és kezei össze voltak szigetelő szalaggal kötözve. Ruháit egy szemetes zsákban találták meg. De ki is volt Louis? Egy kölyök képű, alig 18 éves gamer, aki sok időt töltött az interneten, és barátkozni is a virtuális térben barátkozott. Ebben semmi rendkívüli nincs. Sokan játszanak, és sokaknak vannak online barátaik is. Manapság már a földrajzi távolság nem akadály. Azonban nem csak ennyiről volt szó a munkanélküli számítástechnikai végzettséggel rendelkező fiú esetében. Louis gyakorlatilag a teljes életét a virtuális térben élte. Folyamatosan játszott, és az egész játékszervert ő uralta. Igazából senki sem ismerte. Pontosabban csak azt a fék szemét ismerték, akit Louis létrehozott. Semmi sem volt igaz abból, amit magáról állított. A virtuális alter egója egy multimilliómos, tekintélyes és sikeres ember volt. Miközben a valóság ettől igen távol állt. Emellett pedig rendkívül manipulatív személyiség volt, és kifejezetten élvezte, hogy ő irányíthat, és hatalma van a játékosok felett is. Későbbi beszámolók szerint előszeretettel némított el tagokat a játékszerveren, vagy egyenesen tiltotta ki őket. Nyilván azokat, akik nem hódoltak be neki, vagy nem úgy táncoltak, ahogy ő fütyült. A 9-11-es hívás során is megfigyelhető volt, hogy végig ő akart irányítani, hiszen többször is utasította az operátort, hogy ne szakítsa félbe, hadd mondja el, hogy mi történt. Persze akkor is hazudott, de ezt már tudjuk. További részlet a beszélgetésből, hogy amikor elmondta, hogy Breck már nincs életben, a diszpécser a protokoll szerint visszakérdezett, hogy teljesen biztos-e ebben. Mikor a fiú ezt a kérdést meghallotta, halkan felnevetett, mielőtt azt válaszolta, hogy igen. Biztosan meghalt. Hangjában és előadásában semmi megbánás vagy empátia nem volt. Sőt, kifejezetten élvezte, hogy ő irányíthatja a 9-11-jel folytatott beszélgetést. Azzal pedig, hogy ő szakította meg a hívást, miután mindent elmondott, amit szeretett volna, szintén azt fejezte ki, hogy ő diktál. Louis tárgyalására 2015. január 12-én került sor, ahol életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, melyből leghamarabb 25 év letöltése után, azaz várhatóan 2040-ben kerülhet feltételesen szabadlábra. A szülők fájdalmát ez nem enyhítheti. A rendőrséggel szemben jogi lépéseket tettek, és nem is alaptalanul. Ugyanis emlékezzetek vissza. Laurent jelentette a rendőrségnek, hogy Louis személyét nem tartja biztonságosnak, és a szándékait sem tisztának. Ezzel szemben a rendőrség nem végzett semmiféle vizsgálatot, pedig ha végzett volna, és ezzel talán megakadályozható lett volna ez a brutális támadás, mely egy egész család életét tette tönkre. A család létrehozott egy alapítványt, mely az elkövető büntetéséhez hasonlóan nem hozza vissza szeretett fiúkat, de talán segíthet abban, hogy mások ne járjanak így, sokkal óvatosabbak legyenek.
Az alapítvány célkitűzése, hogy egy olyan, fiatalok számára biztonságos virtuális teret hozzanak létre, ahol játszhatnak, barátkozhatnak, anélkül, hogy ilyen könyörtelen ragadozók célpontjaivá válhatnának. A jelmondatuk, hogy játsz online, de az életed az életben éld. Breck még nem is élt igazán, mielőtt véget ért az élete. Ez felfoghatatlan tragédia mindenki számára, különösképp a családja, barátai számára. Remélem, hogy valaha sikerül valamilyen szinten vigasztalódást találniuk. Véletlenül sem szeretném démonizálni az online játékokat és egyéb platformot sem, ami alkalmas arra, hogy online ismerkedjünk. Az online kapcsolattartásban, barátkozásban, játékban nincs semmi rossz, de azzal mindenkinek tisztában kell lennie, hogy milyen veszélyeket hordozhat magában, amit megerősít ez a sajnálatos eset is. De még sok másik is, amelyek megtörténtek az internet megjelenése óta. Mindig legyetek résen, és soha ne adjátok ki magatokat senkinek az interneten, akit nem ismertek. Sosem tudhatod, hogy az elbűvölő, humoros, kifejezetten megértő, intelligens és kedves személy valójában nem egy pszichopata-e. A gazemberek nem arról híresek, hogy a sztereotípiáknak megfelelő sebhelyes arcú, még a szeme sem áll jól fazonok lennének, hiszen ha így lenne, nem is tudnának olyan eredményesen működni, és nem lenne ember, aki bedőlne nekik ezzel a saját vesztükbe rohanva. Ti mit gondoltok erről az esetről? Véleményeiteket várom komment formájában, itt a videó alatt, de azt is megoszthatod, ha próbáltak már átverni, becsapni, megvezetni, kicsalni belőled bármilyen információt, hamis személyazonosság mögé bújva, és azt is, hogy hogyan jöttél rá a másik fél nem tiszta szándékaira. Hogyan ismerted fel a veszélyt, és hogy szerinted mivel lehetne növelni a kiberbiztonságot?